lutheránus fejjel ezt ti hogy látjátok? Figyelj, az a jó, hogy a lutheránus fejnek nincsenek kötelező, ilyen, nincsen tanítóhivatal. Jó, vannak a hitvallásaink, tehát akár a reformáció hitvallások is, és abban ugye vannak sajátosan luteri megfogalmazások, meg amik mondjuk a 16. századi problémákra adtak válaszokat. De én azt gondolom, hogy én nekem is úgy éltem meg mindig is a hitemet evangélikusként, hogy ez egy szabadság, és nekem teológusként meg kutyakötelességem gondolkodni, és nem pedig azt csinálni, hogy bebiflázzak bizonyos fajta, mint egyik, a gyerekek megtanulják a versikét, tudod, rendben, és hogy jaj, de jó ötös. Lexikális. Igen, de lehet, hogy még az sem, mert tényleg mondjuk lehet, hogy szóval vannak olyan állatok, akik tudják utánozni a különböző hangokat, és mondjuk az emberi beszédet is akár, és lehet, hogy hitelesebben el tudja mondani, egy papagáj olyan aranyos tud lenni, vagy egy kakadó. Tehát amikor tudod, akár az autó motorját, vagy nem tudom, a káromkodást, tehát amikor amiket hajszak, ezeket így mondja. És majdnem úgy tűnik, hogy mintha érteni, sőt, lehet, hogy olyankor érti is, mert valamikor a maga helyén szól. Tehát amikor például volt egy ilyen, azt hiszem, egy ilyen valami nagyobb, ilyen kakadóféle, vagy egy nagyobb papagáj. És akkor volt, hogy a fickó ment haza, és lejtett valamit, és akkor passz meg! Tehát tudta, hogy ez mihez tartozik, ez a kifejezés. Na most, bocsánat, nem akartam ezt, de hogy, tehát a teológia, azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy a szellem, tehát a spirituális, intellektuális, tehát ez mind ott kell, hogy legyen benne. Tehát nem arról van szó, hogy én most elolvastam egy csomó könyvet, bebifláztam azt, hogy Lutherről mit tudom, és nekem erről mit kell gondolni, hanem ez felszabadít arra, hogy én újra fogalmazzam ezeket a dolgokat. Nem kidobja felülbírálja, mert érdekes módon azért ugye arról beszéltünk is, hogy az apostoli hitvalláson azért talán lehet, hogy nem kéne nekünk most nagyon húzakodni. Persze. Azért az elég régóta megvan, és az tényleg egyetemesen, hanem inkább, na az például nem baj, ha magyarázzuk. Mert ez egy annyira rövid meg tömör, hogy ahhoz meg kell azért a magyarázat. Igen. Mit értünk az alatt, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, stb. És ki az a Jézus, tehát ezeket azért ki lehet fejteni. Hát a dogmatikának ez is egy ilyen, és akkor az megint egy narratíva keletkezik belőle, és nem az, hogy vastagbetűvel leírunk egy mondatot, és akkor azt tessék elfogadni. Uh-huh. Még a János 3.16-tal is lehetnek problémák ilyen értelemben, amit egyébként tényleg a Dióhéj evangélium, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevezhet, hogy aki életre legyen. Csodálatos, ebben tényleg benne van minden, de lehet, mit jelent az, hogy adta? De lehet, hogy valaki ez úgy érkezik meg, hogy most komolyan ezt gondolod, hogy most a saját fiával kitol azért, és szörnyűség helyzetbe hozza, és ettől lesz nekem majd jó, na ezt én nem kérem. Tehát ugye, tehát itt ez is magyarázatot szól, hiába vastagbetűvel odaírom. Igen. Olyan érdekes ez, hogy Hans Küngnél olvastam, hogy tulajdonképpen a kereszt váltságával a kereszténységen belül soha nem volt egységes és általános nézőpont, és minden korszak egy kicsit máshogy értelmezte, mindig egy picit mást értettek alatta. Most kigyűjtöttem egy picit a biblikus kifejezéseket, ha nem haragszol, csak aztán mindjárt befejezni, mert jó hosszan beszélünk. Az agorádzó kiváltani, azt mondja, hogy szódzó megmenteni, katalasszó megbékéltetni, dikájó igazzá tenni, és a többi. Múltkor idéztem a lütrót, elengedni, feloldozni, eloldani, feloldani. Tehát, és ezeknek a kifejezéseknek a zöme általában rabszolgatartással kapcsolatos terminus technicus volt, vagy a földdel kapcsolatos, vagy valami hasonló, és a héber adekvát kifejezés is tulajdonképpen a rossztól, az ellenségtől, a haláltól, a bűntől való megszabadítás, feloldást, vagy mondjuk egy földnek a megváltását, megvásárlását, adósságból való kiváltását jelentette, megszabadítást jelentette. Tehát nagyon-nagyon-nagyon tágas spektrum, csak mi keresztények, bocsánat, hogy így mondom, nagyon rácummantunk arra, hogy csak a bűntől. Igen. Nem. Mindentől, ami Istentől elválaszt. Igen. Lehet az egy függőség, drog, kábítószer, alkohol, mit tudom én, szexualitás, bármi, ami téged elválaszt Istentől. Ezeket szokták legtöbbször emlegetni, de valóban... Jó, hát akkor bármi ide fér. Ennél sokkal veszélyesebbek vannak, amik például viszont mosolyognak, és buksi sem. Igen. Szóval itt én azt gondolom, hogy a bűn fogalmánál ez az, ami nagyon veszélyes, hogy a leg
nagyobb, és a, tehát a legböszmébb Istentől elválasztó dolgok, azok teljesen legitimáltak mondjuk a kereszténységben. Tehát, mit tudom én, a pénzimádata, a hatalom szeretete, a másik ember kizsákmányolása, megalázása, abuzálása, ezek teljesen mindennapos dolgok. Igen. És ez teljesen természetes és normális. Igen. És megvan hozzá az ideológia is. Hát ahogy a középkorban, ugye, tehát a marxi kritika teljesen jogos, hogy hát a parasztokat benne tartották. Tehát most dolgozzál, meg minden látástól Mikulásig, majd a Mennyországban jó dolgod lesz. A bíboros úr, ugye, hát a hercegek, azok persze, hát most ők dőzsölnek, hát szegényeknek most nekik most ez a dolguk, ugye. Igen. Ez egyértelmű. Igen. Tehát ez teljesen is, és ugyanez van most is gyakorlatilag, hogy lelki ismereti békjók, bűntudatkeltés, és akkor ugye ott már is ott vagy, hogy akkor na, a kezemben van az ember, és majd én adom neki a feladót. Tehát mint ahogy a gyógyszeripart szokták ugye vádolni vele, hogy igen, létrehozza a betegséget, hogy aztán adhasson rá gyógyszert jó drágán. Igen. Nekem a megváltással kapcsolatban, most bocsánat, hogy individualizálom a dolgot, de én úgy tudtam magamban összegezni, hogy aktuálisan ki nekem a Krisztus, és aktuálisan mi nekem a kereszt. Tehát, hogy mert nyilvánvaló, hogy akkor tudom értelmezni a keresztet, legalábbis én magam, hogyha az én aktuális problémáimra, és az én aktuális gyötrődéseimre, szenvedéseimre reflektál. Tehát akkor tudom fölvinni a keresztre, akkor tudok személyes kapcsolatba kerülni a szenvedő Krisztussal, a szenvedő szolgával, a Izaiás próféta mondja, hogyha van kapcsolódási pont közöttünk. Tehát ezerféleképpen lehet értelmezni, lehet az elítélt bíró, lehet a meggyilkolt próféta, lehet a megölt Isten fia, sorolhatnám, szabadító, megváltó, kiváltó, eloldó, feloldó, csak kapcsolódjon az én életemhez, csak én tudjak személyesen hozzá kapcsolódni. Igen. Tehát az egyébként nagyon, nagyon jó, hogyha most azt mondjuk, hogy minden ember hiával van Isten dicsőségének, meg hogy mindannyian tulajdonképpen homályban tapogatózunk, és úgy tudom én, meg fogjai vagyunk sok lelkiismereti békjónak a társadalmi beágyazottságunknál fogva, mert ugye belenevelődünk olyan szokásokba, amik már mint a nemzedékek óta mennek. És most, például most megnézel egy amerikai polgárháborús időről szóló filmet, ahol például szembe mennek egymással olyan nézetek, hogy az egyik azt mondja, hogy milyen dolog már az, most el akarják vitatni tőlem azt a jogomat, hogy én szabad fehér emberként bármikor megerőszakoljak egy nigger rabszolgát, vagy megkorbácsoljam, vagy felakasszam. Ez ősi elvetetlen jogom. És biblia idézetekkel is alátámasztotta. Na most ugye, most ezt így, lehet, hogy valaki most is egyetértene vele, tehát simán el tudom képzelni, de hogy valahogy ez az, amiben beleszületünk. Tehát most lehet, hogy nem ennyire durva, de lehet, hogy 50 év múlva vagy 20 év múlva durvának látjuk már azt, amit most természetesnek tartunk ebben a világban. 30 évvel ezelőtt, vagy akár Alan Turing, őt mindig hozom föl példának, ugye, hogy az ő tudásának köszönhető az, hogy mit tudom, a második világháború az úgy végződött, ahogy, és hogy nem lett még több áldozat, és a többi. És aztán néhány évvel később pedig vádlottak padjára kerül, mert betörtek a házába, és akkor annak kapcsán kiderült, hogy egy másik férfi valakik együtt. És Angliában a szabad, nagy, győztes birodalomban, ugye ott büntető törvénykönyvben benne volt, hogy a homoszexualitás az börtönnel büntetendő. És amikor ott a bíró már azzal jött, hogy akkor hát jó, lehet bűnnek nevezni is a börtön, vagy lehet betegségnek nevezni, és akkor ilyen kémiai kasztrálás, igen. És akkor persze azt választotta, és akkor a böngyilkos is lett utána. Tehát már ott előjött az, hogy most bűn vagy betegség, ugye? És akkor az eszükbe se jutott, hogy van egy olyan, hogy nem, lehet, hogy nekünk ezzel kéne foglalkozni, mert nem vagyok felhatalmazva rá. És akkor most már ott ez nincs is. És most innen van, aki azt mondja, hogy hát ez ebből látszik, hogy a nyugat az hagyatlik, és teljesen megy tönkre, mert hát most Alan Turing már öngyilkos se lenne. Vagy be se börtönöznék. Hát milyen világ már az ilyen? Elveszik a fehér heteroszexuális férfinak azt a jogát, hogy nyugodtan akár a kertben, vagy az erdőben
ha úgy támad kedve, akkor sokat magával összeverődve mondjuk felakasztanak egy embert egy találomra, mert neki mások bőre színe. Hát ez milyen dolog már? Ugye? Tehát, és egy ilyen világban születünk, és mindenkornak megvan ez a maga nyomorúság. Hát tényleg, én most belegondolok abba, hogy nem olyan régen volt az, amikor még a nők szavazati jogáért tüntettek. Sőt, fejlett országokban még 50 évvel ezelőtt sem volt némelyikben. Most nagyon furcsa lenne valaki előjönne azzal, hogy hát azért a nőknek ne legyen már. Igen. Ugye? Tehát ezt azért nem vállalnák be még azok sem, akik egyébként a mostani dolgokhoz viszont nagyon ragaszkodnának. És ezek azok a dolgok, amiktől Jézus megszabadít, a lelkiismereti béktyúktól, a bűnös, rossz, életellenes gondolatoktól és beállítódástól felszabadít, ami nekem is rossz, meg attól, hogy nekem bűntudatom legyen olyan dolgok miatt, ami miatt nem kéne. Igen. És közben olyan dolgokat, amit megcsináljak nyugodt lelkiismerettel, amit meg nem volna szabad. És ez a világban ezek mindennaposak. Így van. Mindennaposak. Nem véletlen, hogy Shakespeare színdarabjai ma is pontosan ugyanúgy hatnak, mint akkor az Erzsébet-kori Angliában, és pontosan ugyanúgy értjük, mert olyan alapvető toposzokat tárgyalnak, mint szerelem, boldogság, halál, gyász, stb. Miért hat még mindig a Szentírás ugyanúgy? Mert a dolgok megjelenési formája, gondolom én, változik, de maguk a dolgok azok ugyanazok, meg az ember is ugyanúgy működik. Ma nem olyan nyílt a rabszolgatartó társadalom, mint az ókorban volt. De szerintem ennyi a különbség. Most multinacionális vállalatoknak hívják őket, minimálbérnek hívják őket, meg különböző adóztatási formáknak hívják őket. És pontosan ugyanúgy vannak az emberek kizsákmányolva. És ugyanazok a problémák maradtak velünk, csak hát a társadalmi küszöbérzet egy picit máshol van, meg időről időre változik. Csak társadalmi konszenzusok, időleges együttállások azok, amiket erkölcsi rendként vagy rendszerként elfogadunk. Bocsánat, csak én gondolom, de én nem tudom, hogy mert én nagyon köszönöm, mert akkor hasonlóra gondolok, igen, tehát pont erre gondolok én is, és szerintem ezért nagyon fontos, hogy a dolgok néven nevezése. Ugye ezt mindenki mondja, a néven nevezés fontosságát, csak itt pontosan az van, hogy sokszor pont a lényeg maszatolódik el. Tehát ez, hogy nem kérdezünk vissza arra, mivel kezdtük, és amit te is mondtál, hogy bűn, megváltás, hát ezek jó, hát ezek alapdolgok. Nehogy nem már. Tudunk róluk semmit. És akkor közben... Nem tudunk róluk semmit. Egy átlag ember, bocsánat, hogy ilyet merek mondani, de egy átlag embernek halvány győzem nincs. De azt mondom, hogy bűn. Mi a bűn? Hát amikor rosszat teszed. Milyen szempontból rossz? Kinek? Miért? Mit jelent biblikusan a bűn? Mit jelent a hata, héber fogalma? Vagy a hamartia? Mit jelent? Tehát abban a pillanatban hogyan jött... Hú, na jó, ez messzire vezet, mert rögtön eszembe jutott Nagy Szent Gergely, a bűnkatalógusok, amiket a kolostoroknak dolgoztak ki, aztán így egy az egyben ráraktak a plébániákra, és elkezdték a szerzetesi lelkiséget alkalmazni a világiakra, ami egy nonsens az én meglátásom szerint. Szóval egy borzasztó, bonyolult mechanizmus van mögötte. És erről nincs az embereknek fogalmuk. Én legalábbis azt gondolom. Igen. Jó, de mondjuk a mostani emberek, tehát akik mondjuk tényleg egészséges értelemben szekulárisak, ők meg ezt nagyon magasról letolják ezeket a dolgokat. Tehát, hogy pontosan ezért mondják, az engem ez nem érdekel. Ez nem az én bizniszem. Tehát amikről beszélnek ezek a csuhások, az számomra teljesen érdektelen dolog. Mert az életemtől, az életem valóságától idegen. Igen, csak az a baj, hogy szerintem az lehet a probléma velük, hogy kizárólag materiális és emocionális szinten élnek. És gyanítom, hogy nincs spirituális életük, vagy ha van, akkor az egy teljesen más kultúrához vagy valláshoz kapcsolódik, aminek nincs köze a kereszténységhez. És ez megint a feltámadás nélküli keresztel foglalkozásnak talán az eredménye, hogy nem ismerik annyira az emberek azt a többlet életenergiát, amit kegyelemnek hívunk, és amiért mi keresztények vagyunk. Amitől mi keresztények, amit mi kapunk a kereszténységtől. Ugyanolyan a világ, ugyanolyan rabszolgatartó, ugyanolyan brutális, mint az ókorban, megvannak a mai gladiátorok, de hogy azért jó kereszténynek lenni, mert ennek ellenére tud jó lenni az életünk. Mert úgy van az idegrendszerünk, a gondolkodásmódunk, a lelkiségünk, a szívünk hangolva,
hogy noha mi is elkövetünk hibákat, tévedéseket, mellé fogunk, újra kezdjük, stb. De mégis egy plusz minőséget hoz az életünkbe. Mit mennyi minőségnek nevezünk? Jaj, de jó, hogy ezt most felhoztam, mert most előtettem, hogy ilyen tulajdonképpen lehet, hogy az lenne a leggyakorlatilasabb és célra vezetőbb, hogy az ember szembenézzen azzal, például én emlékszem rá, nagyon határozottan emlékszem rá, hogy ilyen 15 éves korom körül egy nagyon világos hiány érzés volt bennem. Tehát valami hiányzott az életemből, és azt kerestem, hogy mi az, és nem pusztán a mulandóság feletti szorongás, hogy jó, olyan meg kell halni, mert fiatalon valahogy erre szerintem elég kevés ember gondol. Vagy esetleg gondol van a fiatal, hogy depresszió, kamaszkori depresszió, meg a fontosás, meg egyébek, ami hát sajnos néha előfordul, hogy túl jól sikerül, de mondjuk azért nem. Tehát, hogy ilyen értelemben a kicsit a játék ezzel a határterülettel nem is annyira a mulandóság, hanem egyszerűen, hogy mi értelme ennek az egésznek? Valami ilyen kérdés, hogy mi értelme az egésznek? Ki vagyok én? Mi a francér vagyok én itt? Miért van bennem több vágy, meg gondolat, mint amennyi ebből megvalósulhat, és miért van az, hogy a sok-sok tényező, ami körülvesz engem, akár a szüleim, akár az iskola, akár az élet általam ismert lehetőségei, hogy majd pályaválasztás, meg család, meg tököm tudja, hogy azok miért ellenem dolgoznak, és nekem miért meg mindennel szemben iszonyatos erőfeszítésekkel kell megharcolnom azért, hogy még csak el se érjem a céljaimat. Tehát ezek a kérdések, tehát most én csak így próbálom megfogalmazni, alapvetően ez részben emocionálisan volt, tény, de én azt gondolom, hogy ezek nem teljesen elválasztottak egymástól, hogy emóció, meg spiritualitás, vagy illetve azért ezek mind munkálkodnak, tehát az ember így egységes. De és akkor ott van ez a hiány, és ember keresi ezt. Valahogy, vagy mondjuk Augustinustól nagyon sokszor szokták idézni ezt, ugye, hogy Isten alakú űr van bennünk, vagy hogy addig meg nem nyugszik a lelkünk, amíg meg nem nyugszik Isten. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen jól fejezi ezt ki, de ténylegesen én konkrétan átéltem ezt, erre emlékszem is. És nem arról van szó, hogy jó, egyszer eljött egy pillanat, és onnantól kezdve minden oké lett. Nem erről van szó, csak az, hogy tényleg az, hogy nekem nagyon fontos volt a ráció. Tehát nekem van egy ilyen, ez az én beállítódásom sajátos, hogy nekem értelemmel volt, ez volt az út, amin keresztül eljutott hozzám, hogy csak így bizonyos dolgokat elkezdtem úgy gondolni, és ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, annyira axiomatikus volt, hogy ez meginhathatatlan. És akkor erre jött rá az a sok-sok tapasztalat, meg a Szentírásnak a sok-sok története, az a narratíva, az ige, ami végül is bennem kiváltotta azt a hatást, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy ez az én történetem. És hogy ennek tényleg nem pusztán csak a halállal van vége, vagy valami, de és aztán az ember eljut odáig is, hogy igazából most nem is az érdekel engem, hogy van-e örök élet, meg van-e után mennyország, és hogy tényleg milyen jó lehet, hogy nincsen már izzadás, meg gravitáció, meg egyébek, hanem ott minden csupa-csupa szép. Itt már minden nagyon-nagyon csodálatos. Ebben a valóságban, az Istennel élni, ezt el nem lehet mondani. Azt a bizonyosságot, hogy közön van az egészhez. Az örökkivalóhoz. Tehát valami ilyesmi. Tehát ez az, amit én szeretnék megosztani, ezt próbálom meg megosztani. És hogy ehhez akkor nézzem azt, hogy akkor mi a bűn, hát egy csomó minden, amit és konkrétan néven tudom nevezni, hogy mi az, amit szégyellek, ami miatt elbújnék, és hogyha fel tudom idézni magamban, akkor elsüllyednék, és legszívesebben tényleg malomkövet kötnék a nyakamba, és a tengerfenekére vetném, és egy csomó minden valami, ha eszembe jut, hogy miket csináltam, meg mulasztottam, meg csesztem el, de ez nem egy elvont valami, hogy jaj, bűnös vagyok, és verem a mellemet, és közben a valóságos dolgokat, azokat meg nem veszem észre, hogy gázolok keresztül mindenen és mindenki, minden a fánt a porcelánboltban. Igen. Hadd idézzem Clairvaux-i Szent Bernátot, mint ókatolikus ciszterci, aki azt mondta, hogy önismeret nélkül nem üdvözülsz. Tehát nekem, ha most reflektálhatok erre, hogy mi ebben az egészben a jó, az Isten ismerete, azt mi megint csak nyugati módon közelítjük meg, tehát lexikális tudásban. Ja, mit csináltak a mi drága teológus elődeink? Fogták a Bibliát, megnézték, hogy hány szó hányszor fordul elő, csoportosították őket, és azt mondták, hogy tehát a szó statisztika alapján, a kifejezések előfordulása alapján az Isten ilyen.
az Isten ismerete az nem ez, hanem az Istennel való személyes találkozás. És azt ez a zseniális, szintén 12. századi figura, ez a ciszterci klervói Szent Bernát, ez azt mondta, hogy akkor tudsz üdvözülni, magyarul akkor jutsz el az Isten színe látására, tehát teljes megértésére és magára az igazi nagy találkozásra, hogyha egyúttal önmagadat is megismered. Tehát innentől, és akkor ez most a kereszt engesztelő voltát is talán egy picit kontextusba teszi, hogy az igazi harmónia az az Istennel és az önmagammal való harmónia is. Az Istennel való megengesztelődés az az önmagammal való megengesztelődést is jelenti. Tehát amikor a saját téve, amikről te beszélsz, a saját tévedéseit az ember már nem úgy látja, hogy rohan a malomkőért meg a kötélért, hanem azt tudja mondani, hogy unfortunately, ez is én vagyok. És kénytelen vagyok elfogadni magamat. Mert ez nem azt jelenti, hogy jóvá írom, hogy ne törekednék jobbra, vagy ne akarnék jobb lenni, mint tegnap voltam, vagy holnap ne szeretnék jobb lenni, mint ma vagyok, de el kell fogadnom. Tehát az engesztelődés számomra az elfogadást jelenti. Nem a cselekedetek elfogadás, a személyét. Isten személyét és a saját személyemet, meg a te személyedet, meg a többiekét.